Önfeledten játszanak a gyerekek a százszor szép bölcsöde udvarán. Buborékot fújnak, rajzolnak az aszfaltra. A játék ugyanaz, mint a nevelési év közben, most viszont ügyeleti rend szerint működnek az intézmények. A bölcsödék ügyeleti rendjét minden évben a közgyűlés hagyja jóvá. A lezárás heteiben legalább három intézmény mindig nyitva van. Június 26-ától zártak le az első bölcsödék, 8 bölcsöde működik Szombathelyen és 2 mini bölcsödénk, és jelenleg a lezárás első 4 hetében 3 bölcsöde van mindig zárva, 5 pedig nyitva, és utána egy hét lesz, amikor pont a fele 4 bölcsöde lesz zárva, és az utolsó 3 hét, amikor 3 bölcsöde lesz nyitva és 5 bölcsöde zárva. Sokan veszik igénybe az ügyeletet, a létszám idén teljesen betelt. Annyi gyereket tudunk fogadni mindig, ugye jogszabályi előírás, amennyi az adott bölcsöde férőhely számának a maximum a 120%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy az ott beíratott gyerekeken kívül még 20%-ot tudunk mindig pluszba fogadni, és ez minden bölcsödében maximálisan be is telt ez a létszám. A nyári nyitvatartási rend augusztus 20-áig tart. Ezt követően minden bölcsöde a megszokott rendben fogadja majd a kicsiket.